Kodály Zoltán általános iskolába is elérkezett a cseresznyevirágzás. Persze itt nem a hamar jött felmelegedés a felelős, hanem mindazok, akik magukkal hoztak egy szeretet a távol-keleti tradíciókból a második nyíregyházi búdógálára. Ezt a távol-keleti kultúrát és azon belül is a japán kultúrát, az hozzátartoznak nem csak a kardok, hanem itt is megtalálhatjuk a táncokat, a régi meséket, meseírókat és kimonókat, női kimonókat is lehet látni, akkor lehet látni olyan művészi munkákat, ami szintén a kardhoz tartozik, mint a kardnak a markolatvédője, a cubája és a táskája, amiben szállítani kell. Tehát ez is olyan művészi szintre emelték már ezeket a dolgokat is, hogy érdemes őket megnézni, mert nagyon szép darabok. Búdó, a harcos útja. A búdó fogalmát újabban tágabb értelmezésben használják az összes távol-keleti eredetű küzdősportra is. A teljesség igénye nélkül ennek égisze alá tartozik például a karatedó, a judo, aikido, a sumo és a jiu-jitsu. Már második éve támogatjuk a búdó gálát, ami ugye egy összefoglaló neve a keleti harcművészeteknek, és azért gondoltuk már tavaly is, hogy támogatjuk anyagilag is, és infrastruktúrában is a rendezvényt, hogy a nyíregyháziak, a megyéből érdeklődők egy olyan világot lássanak, ami, ahogy megfogalmazta, távol áll az európai és a magyar kultúrától is. Itt sokkal erősebb filozófiai gyökere van mindennek, a harcnak is, és a keletieknek ez a fajta nyugodtsága, az emberek felé való tisztelet adása, az életüknek a minősége az nyilván teljesen más, mint a miénk, mint amit megszoktunk, és nem árt az, hogyha a nyíregyháziak, ha ide eljönnek, akkor megismerkednek ennek a különböző válfajával. Vinnai Győző, az Interparlamentáris Unió magyar-japán tagozatának nagykövete beszédében ecsetelte a 150 évre visszanyúló japán-magyar diplomáciai kapcsolatok fontosságát. A japánok azt a filozófiát vallják, hogy utak vannak az ember életében, ami a harcművészeteken keresztül is megjelenik, hiszen nem az az elsődleges, hogy önmagunkat megvédjük, az is fontos, hanem hogy önmagunkat fejlesszük. Ezáltal a japán művészetek, harcművészetek, hagyományok által, és nekem mindig tetszett, már korábban is, mikor nem voltam ebben a pozícióban, a japánok alázata, tisztelete, ahogy a másik emberhez közelítenek, megadják neki a tiszteletet, és el is várják a tiszteletet, úgyhogy én nagyon örülök, hogy Nyíregyházán megrendezik a második Budó gálát. Ez azt jelentett, hogy az első jól sikerült, és Nyíregyháza egy kicsit japán sziget, mert itt vagyunk a Kodály iskolában, a Kantemusz kórus 30 éven keresztül minden évben Japánba elutazott, és ott koncerteket adott, és ott a japánok tanulják tőlünk a Kodály módszert, sőt, itt a Nyíregyházi Egyetemen is volt japán kolléga, még a 2000-es évek elején emlékszem rá, tehát a Nyíregyházi Egyetem is ápolja ezt a kapcsolatot, és maga a város is fontosnak tartja. Magyar-japán mesekönyvíróként a gálán előadást tartott Csőke Kitti, és a harcművészeti bemutatókon kívül japán táncokkal is megismerkedhetett a közönség.